Megjelent a fény az alagút végén az utazási irodák számára. Az ország fokozatos nyitása és az átoltottság mértékének növekedése lehetővé teszi, hogy idén ne csak idehaza tervezzék a családok a nyaralást, hanem külföldben is gondolkozhassanak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt hetekben több ország vezetőivel is tárgyalt arról, hogy milyen feltételekkel utazhatnak be hozzájuk magyar turisták. Legutóbb Horvátországgal kötöttek megállapodást. Ma sikerült lezárni a tárgyalásokat Horvátországgal. Megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elfogadjuk az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Így azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba. Ezen kívül Bahreinnel, Montenegróval, Szerbiával és Szlovéniával is megállapodott Szijjártó Péter. Rozsa Nikó, a Tolna megyei Romcar Travel utazási iroda irodavezetője úgy nyilatkozott, egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy az idei nyaralási szezon a tavalyival ellentétben nem marad el. Rengeteg a szabály, rengeteg, amit értelmezni kell, úgyhogy ha volt valaha jogosultsága az utazási irodáknak, szerintem talán az most van. Eszméletlen nehéz eligazodni a rendre naponta megújuló szabályokban, és ebben próbálunk mi segíteni az utasoknak. A koronavírus járvány miatt azonban nem csak a külföldi utazások szabályai változtak meg, idehaza sem lesz egyszerű az üdülés. A belföldi utazásokon azok az utasok tudnak részt venni, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ezt nekünk is be kell tartani az utasok felé. Nyilván nem az irodák hozzák ezeket a szabályokat, de én azt gondolom, hogy mind a szervező iroda, mind pedig a buszon ülő utasok jobban járnak azzal, hogyha tisztában vannak már induláskor a szabályokkal, hogy nem tudunk a programokon részt venni anélkül, hogy lenne védettségi igazolványunk. Az irodavezető elmondása szerint sokan vágynak már külföldre és a tengerpartra, többen érdeklődtek a határon túli nyaralás iránt náluk, a külföldiek pedig barátságos árakkal igyekeznek visszacsalogatni hazájukba a turistákat.